alkotást csak az igazságból meríthetünk, az igazságot csak Istentől nyerhetjük. Fogalmazta meg egykor nagy nemzeti festők, Csontváry Kosta Tivadar. Külhoni magyar képzőművészeink esetében pedig mindez kétszeresen is igaz, mert ők az igazságból, és csak is az igazságból merítkezhetnek. Lázár Tibor például abból az igazságból, amely arra is emlékeztet bennünket, hogy napra pontosan 97 évvel ezelőtt, 1918. november 25-én a bársági, bácskai és baranyai szerbek, sokácok és bunyevácok és a délvidék többi más nemzetiségű lakója Újvidéken megtartott nagygyűlésükön a vajdaságot a szerb királyság részévé nyilvánították. Az így kialakult helyzetet később a trianoni békediktátum szentesítette. Lázár Tibor abból az igazságból is merítkezik, hogy ezen ominózus nagygyűlés 757 résztvevője között 578 szerb, 84 bunyevác, 62 szlovák, 21 ruszin, 6 német, 3 sokác, 2 horvát és mindösszesen 1 magyar volt. Ami, maradjunk annyiban, lényegesen eltért a tartomány nemzetiségi összetételétől, tehát nem is képviselhette annak valós akaratát. Lázár Tibor munkái hangsúlyosan és mindenek felett délvidékhez kötődnek. Oda, ahol él és ahol alkot. Ahhoz a területhez, amely az elmúlt évszázadok során több állam felhatósága alá is tartozott. Elmondása szerint ő a régi szép időket próbálja megfogni, természetesen kortárs képzőművészeti eszközökkel, amelyekbe idézem, az utca művészete és a pop elemek szűrődnek be, mint egy párhuzamot vonva a korok és azok divatjainak mulatósága között. Nem véletlen, hogy a mai kiállításunk címe Pannonia. Kedves hölgyeim és uraim! Úgy hozta a sors, hogy ma éppen egy délvidéki festőművész kiállítása kapcsán közösen emlékezhetünk a Kárpát-medencéből elhurcolt magyar emberekre és az elszakított délvidékre. Ezért is fel kell emelni, és mélyen a szívünkbe kell zárni az összetartozás pillanatait, mert így visszakaphatunk valamit a Jóisten szeretetéből és kegyelméből. Aki sokszor éppen azért állít minket próba elé, hogy felülkerekedve a nehézségeinken jobbá legyünk általa. Hiszen tudjuk, igazságot csak Istentől nyerhetünk. Szervező Nemzetstratégiai Kutatóintézettel közös célokért, közös ügyért dolgozunk. A Magyarság Háza alapítása óta a nemzeti identitást erősítő kulturális és módszertani központtá vált, amely élen jár a magyar-magyar kapcsolatok ápolásában, hozzájárul ahhoz, hogy felelősséggel gondoljunk a külhoni magyar nemzettársainkra is. Köszönjük ezt a múltba kacsinkató, egyben modern és mai híradást délvidékről, amely, mint mindig, most is egyik legfontosabb védőbástyája Kárpát hazának, a magyar kultúrának. Az ehhez való ragaszkodásunkban szeretném megerősíteni önöket és az alkotót is, Baktai Ervin következő gondolataival. A haza gyökér, melyből életünk fája kisarjad. Az a pont a föld kerekségén, ahol törzsünk a föld tápláló, életadó, fenntartó erejét vissza legmélyebb gyökérszálain át. Lombaborultan, terebélyes növésben széttárhatjuk messze nyúló ágainkat, más idegen törzsből fakadt lombok testvéri szövevényeibe kulcsolódva, a rög fölé emelkedett büszke koronával. Ám csak azért, mert ott gyökerezünk abban a rögben, melyből kinőttünk. Ha elvágják gyökereinket, forhadó hulladék, tűzre vetendő holtanyag lesz belőlünk. Matériánkból szerencsés körülmények között talán pompás remek műveket faragnak. De eleven, viruló, gyümölcsöző valóságunknak vége. Lázár Tibor a fiatalabb képzőművész nemzedéket képviseli. Ennek tagjai zömmel, ha nem olyan messzi 90-es években eszméltek, ágyazódtak be az akkor meglehetősen mély társadalmi és kulturális válságba okozott művészeti életbe, és akik nem egyszerűen csak fel tudtak nőni benne, de felül is írták, hiteles alkotói világokat teremtve meg is tudták, meg is tudják újítani azt.
kiállításaik, események legyenek már itt a Pesti körúton, vagy egy bácskai galériában, esetleg akárhol a világban, a kontinuitást teremtve felértékelik az előző teljesítményét is. Jó tudni, hogy beszélhetünk folyamatosságról, és lehet a nagy vákumban megélt védtelenség, a kitettség tapasztalatának köszönhető, hogy amit megfogalmaznak, az a személyesen át közelíti meg az egyetemest. Talán a vákum élmény hozadéka az az elmélyült önvizsgálat is, amely Lázár Tibor alkotói érdeklődését erőteljesen jellemzi. Lázár előzi festői korszakának festményei gyakorta átfutó, bemozduló testek jelentek meg legtöbbször a sajátjai. Sokszor darabban maradott a torzon, mert a kitakarások fehér függőszárnyai már akkor azokon a képeken is megfigyelhetőek. Itt láthatóan újabb ciklusában ezekre az újraértelmezett csendéletekre is átlebeg ez a fehérség, vele az identitás keresés kényszere. De az alkotói folyamat már nem az egyéni, hanem a kollektív identitást mutatja. Sok időt a műtermünkben töltünk. Ott vagyunk az igaziak, ott élünk át a legnagyobb örömeinket. És én például rendkívül bosszús vagyok olyankor, amikor betervezek egy jó kis festős napot, és valami apró cseprő teendő megakadályoz. A szerdáim azok általában a festésről szólnak. Ma is szerda van, és ma nem tudok festeni, de ma nem vagyok ez miatt bosszús. És akik ebben megakadályoztak, azoknak szeretnék köszönetet mondani.